estét kívánok, tiszteltel köszöntök mindenkit. Nagy öröm számomra, hogy ilyen sokan megjelentek ezen az előadáson. Főként fiatalok, ami még jobb. Hát ugye a téma olyan, arról nem tettek sem, hogy adja magát. Épp a múlt héten voltam egy beszélgetésen a 5-ös órás tudomány egyetemen, ahol egy 600-an vettek részt, szintén hasonló témában folytatott beszélgetésen. Világosan jelzi azt, hogy fontos téma, érdekes, bár mondjuk szívesen beszélgetnék más kérdésekről is. Ami engem illeti, én a terrorizmussal tökéletesen kapcsolatban, hogy egy 35 éve dolgoztam a Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, ez a katonai hírszerzés volt. 10 évet voltam ebből külföldön, a 14-ből 4 évet töltöttem Izraelbe, és megítélésem szerint 4 ország azért elég jól ért a terrorizmushoz, azért közül nálam első helyen áll Izrael, második helyen az Egyesült Államok, harmadik helyen Nagy-Britannia és negyedik helyen Németország. Ez persze egyéni megállapítás, úgyhogy ez szubjektív vélemény. Hát az az igazság, hogy időnként azt szokták mondani, hogy annyira nem fontos a terrorizmussal való foglalkozás, ami nem igaz. Ez egy hullámzó folyamat, hol tetőfokára próbál hágni, hol csönd van, de mindenképpen fontos, és hogyha megnézik az Európai Unió, illetve a NATO stratégiáját, mind a két szervezetnél a terrorizmus ellenes küzdelem az első vagy a második helyen áll, aztán mindjárt következik a proliferáció. Tehát ez is azt bizonyítja, hogy ez egy rendkívül fontos téma. Aztán vannak országok, ahol ez még fontosabb, vannak országok, amelyek kevésbé, ahol kevésbé fontos, ami azt jelenti, hogy az egész terrorizmus témakör igencsak változatos, nem csak országok között rendelkezik nagy eltéréssel, hanem országok belül is. Na, mielőtt itt sokat beszélnék, előadásom 4 kérdéssel foglalkozik. Egy kicsit visszamegyünk az alapokhoz, ez a globális dzsihád kérdése. Elég sokat foglalkozunk ezzel a témával is hallunk róla. Második az európai terrorhelyzet, amivel foglalkozni szeretnék. És hát nem tudom kihagyni a párizsi merényletnek a sajátosságait, sőt most már egy kicsit köthetnénk a tegnap előtti kopenhágai merényletez is, mert a kettő eléggé összefügg egymással, illetve hát azt még most próbálják megállapítani, hogy vajon az illető személyeknek volt-e kapcsolata, illetve kik játszottak még ebben az egész témában szerepet. Tehát akkor kezdjük mindjárt az első kérdéssel a globális dzsihád témakörében. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy 9-11 ismerjük, mindenki szokta hangsúlyozni, változást jelent a terrorizmus kérdésében, ezért nagyon fontos, Egyesült Államok politikáját attól kezdve meghatározza, és nagyon sok országnál a viszonyt az Egyesült Államokhoz jelentősen befolyásolja az, hogy a terrorizmus kérdéséhez az adott ország hogyan viszonyul. Tehát új biztonságpolitikai helyzet, ugyanakkor azt is meg kell jegyeznem, hogy az a terrorizmus, amivel 9-11 és közvetlen előtte, illetve utána találkoztunk, az ma már nem ugyanaz, mint ami most van. Ma már egy új jelenséggel találkozunk az elmúlt 2-3 évben, amivel foglalkozni kell, és a sajátosságaival fogok néhány szót szólni. Tehát ha azt mondom, hogy új biztonságpolitikai helyzet, új kihívások, akkor ehhez új válasz is kellene. Ezt idézőjelben mondtam, hogy kellene, mert nem mindig van. Tisztelem az Európai Uniót, tisztelem a NATO-t, dolgoztam velük, hírszerző szempontból CMS gyakorlatokat készítettünk elő, és tulajdonképpen azt tudom mondani, majd Görömbölőr a külügyminisztériumban ezt megerősíti, hogy éppen cáfolja, hogy tulajdonképpen az Európai Unió a terrorizmus szempontjából egy követő politikát folytat. Tehát történt egy esemény, összeülnek a külügyminiszterek, a belügyminiszterek, nagy nyilatkozatok, hoznak különböző rendeleteket, aztán ez szépen elmúlik. Hát nem egy jó dolog, de ez van, ezzel kell számolni. A lapalján van egy megjegyzés, Egyesült Államokban 9-11 után 90 terrortámadás történt, Európában 1900 cselekmény, és ebből iszlám indítatások az darab, tehát nem az iszlám indítási terrorizmus a legfontosabb, és különös tekintettel Európában. Ez egyértelmű. Én, mivel azon a területen dolgoztam, ahol dolgozom, vagy dolgoztam, említettem, teljesen másképp nézem, mint a média, nagyon gyakran elég kemény vitáim vannak, illetve hát nem vitatkozom, mert tudomásul veszem, hogy ők mondanak, nyilván a médiának is megvan a célja, a politikusoknak is megvan a célja. Terrorcselekmény nem csak az, amikor folyik a vér valami rúgban,
egyébként szoros összefüggésben van, hogy hány eseményt derítettek fel. Hány terrorcselekményt hiúsítottak meg a nemzetbiztonság és a rendvédelmi szervek. És ebben, ha megnézzük az európai sajátosságokat, elég sok érdekességgel találkozunk, gyakorlatilag magas és egyre inkább nő azon cselekmények száma, amelyet a nem sikeres kategóriába tudunk sorolni. Hát nézzük meg, hogy hol voltak az ősök, honnan alakult ez ki nagyon gyorsan. Hát ugye az Al-Qaida nevű terrorszervezetnek 4 hulláma volt. Az első az arab-afgán mucsahidek, majd ezt követték a száműzetésben történt ellenállók, mert aztán szépen elterjedt a világon. Aztán jött az úgynevezett benszülött terrorizmus, vagy magányos farkasok, vagy magányos merényük, kinek hogyan tetszik ez a dolog. Legnehezebb ezekkel úgy egyébként kezelni, ezeket kezelni, és felismerni azt, hogy vajon milyen a szándéka, mert hát azért az embereket lehet ellenőrizni, de mellékvesén azért nem lehet belátni sem az agyába, ezt még a mai tudomány nem tudja. És tulajdonképpen a negyedik hullámhoz tartozik az az időszak, ahol most élünk, amiben most élünk, ezek az Al-Qaida ihletésű szervezetek, amelyek vagy kapcsolatban vannak az Al-Qaida maggal, vagy nincsenek, de tulajdonképpen az ötlet azért mégiscsak onnan származik. Ha tovább nézzük a dolgokat, röviden nagyon az arab-afgánok kérdéséről, hogy jött ez létre, hát a szovjetek megszállták annak idején Afganisztánt, és az ellen harcoltak. Később ugye 9-11 decemberében az Egyesült Államok és szövetségesei az ellen harcoltak. Toborzás alapvetően 3 országban történt, Szaúd-Arábiában, Jemenben és Algériában, majd létrejött az Al-Qaida szervezet, aminek a elmélete az tulajdonképpen a muzulmán testvérek mozgalmán alapul, és ideológiája pedig az a nézet, amely a militáns zsihád felfogását vallja magáénak. Hát ez a militáns zsihád felfogás az tulajdonképpen az iszlám létrejöttekor alakult a 7. században, hát ugye nem kéne most nekem nagyon elmérezni, hogy a 7. század meg 21. század között némi különbség van. Tehát szép dolog az, hogy oda visszamennek a szalafiták, attól függetlenül azért ma már egy kicsit más a helyzet. Tehát ezek az arab-afgánok először is harcoltak a szovjetek ellen, másik irány volt, hát majd később az amerikai, de ezelőtt az arab világ szekuláris elemei, hát azok, akik a hitetlen kategóriába tartoznak az arab világba, és azért tartom fontosnak ennek a felidézését és elmondását, mert tulajdonképpen a zsihadizmus gyökere, és a mai terrorizmus tulajdonképpen innen ered, és ennek a megértése abból a szempontból fontos, hogy tudjuk pontosan látni a mai helyzetet. Míg aztán egy csoport az úgy döntött, hogy az arab világon kívül is fel kell lépni, az iszlám ellenségeivel szemben, aztán ezt ment a Balkán, ment Kasmír, és a világon szinte mindenütt elterjed. De én azt tudom mondani, és azt tudnám azért meghatározni ebben az egész folyamatban, hogy elsősorban azon államokban terjedt el a terrorizmus, ahol az állam nem működik rendesen. Hát ugye szokták azt mondani, hogy a Lator állam, vagy nagyon csúnya kifejezés, az öreg Bush bácsi mondta ezt, aztán ma már a sikertelen állam, a fail state és egyéb ilyen dolgokat használ. Tudjuk azt, hogy itt az egészet az Oszama Bin Laden vezette egy darabig, míg ugye néhány évvel ezelőtt ki nem mondták teljes mértékben a forgalomba, de az elmúlt 10 évben gyakorlatilag komolyan szerepet nem játszottak. Ha a dzsihadizmus nézem, akkor azt mondom, hogy fontos volt a kiképzőtáborok szerepe. Ma már ez is megváltozott, a kiképzőtáborok nem működnek, ma már egy másik módszer van, amit úgy hívnak, hogy internet, és az interneten keresztül lehet toborozni, interneten keresztül lehet kiképzést gyűjteni, lehet hasznot, lehet tanácsokat adni, arra vonatkozóan, hogy hogyan kell például egy robbanószert előállítani. Aztán a számüzetésben című ellenállás, amit így lehet, úgy lehet megfogalmazni, hát ugye Afganisztánt el kellett, hogy hagyják, térséget el kellett, hogy hagyják, és tulajdonképpen a számüzetésből szervezték a merényleteket, és tulajdonképpen az Al-Qaida központi magjával vagy kapcsolatot tartottak, vagy nem tartottak kapcsolatot. De ma már, ami a lényeg, és amire odafigyelnek, és amit szeretnének megvalósítani a terrorszervezetek, az az, hogy az államokban jöjjönek létre önállóan Al-Qaida ihletési szervezetek, vezetés nélkül, pusztán az ideológia alapján, és tartsanak végre merényletet. Miért érdekes ez, és miért beszélek én ilyen kérdésekről? Azért, mert a mai politikában gyakran találkozunk azzal, hogy menekültek közé mennyi terroristát lehet elhelyezni.
kisebbségű terrorszervezet az embereit nem menekültként juttatja ki a célországokba, ennek már sokkal jobb módszerei vannak. Ugye tudjuk azt, hogy a menekülteket az esetek 8%-ában nyilvántartásba veszik, és azért kezdve elég kellemetlen dolgozni. Tehát a mai gondolkodásmód az arra megy, hogy szervezzünk olyan embereket, akik csalódtak, akiket be lehet vonni terrorcselekmények végrehajtásába, különböző motivumok alapján. Internet játszik nagy szerepet, az egyik dolog. Másik dolog, nem biztos, hogy mindenki hallotta, de most elmondom, hogy van egy olyan magazin, amit úgy hívnak, hogy Inspire magazin. Ezt az Inspire magazint az Al-Qaida Arab Félszigeten című szervezet és Abraki bácsi, akit hál' Istennek már kivégeztek, hozta létre, kiválóan tudott angolul, és fiatalokat próbálnak rávenni terrorcselekmények végrehajtására. Tehát tulajdonképpen itt is az internet, mert ezt interneten terjesztik, de már most mondom, hogyha valaki utána akar nézni, csak úgy lehet megkapni, hogyha valakinek ezt külön elküldik, tehát nem lehet mindenkinek hozzáférni, vagy legalábbis csak korlátozott mértékben. És tulajdonképpen a következő az Al-Qaida, illetve a dzsihád, ami azt lehet mondani, hogy szaporodik, mindig új szervezetek jönnek létre, egyesülnek, felbomolnak, úgyhogy ennek a követése az elég nehéz. Itt egy vázlatot szeretnék mutatni, ami tulajdonképpen az Al-Qaida és a különböző szervezeteknek a viszonyát mutatja. Amivel itt vagyunk a Közgazdasági Egyetemen, itt a Corvinus Egyetemen, mindenki találkozott olyasmivel, amit úgy hívnak, hogy klaszter gazdasági életben. Tehát a különböző gazdasági szervezeteknek a laza kapcsolaton, arról van szó itt ebben a helyzetben. Van ugye a központi mag, amit lehet középről az ábrán látni, és vannak a különböző klaszterek, ezek az Al-Qaida ihletési szervezetek. Van az arab klaszter, van a maghreb klaszter, van az indonéz klaszter, és tulajdonképpen ezek a rajzzal látható módon elég speciálisan kapcsolódnak, vagy olyan bocsánat, nem kapcsolódnak egymáshoz. Hát a központi magról csak annyit szeretnék elmondani, hogy Hazaristánban van a Pakisztán nyugati részén, ami törzsi terület, tehát tabun a pakisztáni hadseregnek és biztonsági szolgálatoknak. Gyakorlatilag ez nem nagyon működik, mert azért elég sokat megvalósítottak annak érdekében, hogy ne tudjanak működni. Hát a pilóta nélküli eszközökből kilőtt rakétákkal és egyéb módszerekkel kb. 3500-4000 embert küldtek Ádám Bródok paradicsomba, ami azt jelenti, hogy valaki azt mondja, hogy nem számít a személyek kapcsolása, én nem hoztam ezt a véleményt, ha a vezetőket kivégzik, abban az esetben azért el kell tenni egy időnek, míg a szervezet összeszedi magát. Azt hiszem, hogy ez máshol is így van. Egy német hölgy, aki foglalkozott a terrorszervezetek kutatásával, rajzolta meg ezt az ábrát, tulajdonképpen ugyanaz, mint az előző szépen lehet látni. Mi a doktrinája? Hát a globális zsihádnak a doktrinája az azért pontosan követhető, értelmezhető két szempontból, szűkebb, illetve tágabb értelemben. Tágabb értelemben a vallás gyakorlással, a spirituális dzsihaddal kell foglalkozni, amely nem más, mint a személyes vallási elkötelezettséget foglalja magában. Ez a tágabb értelmezés. Szűkebb értelemben pedig a közösség és az a egyéneknek a kötelezettségét tartalmazza, amely az iszlám és a muzulmánok védelmére vonatkozik. Hát aztán persze vannak itt ilyen járulékos károk, ugye, még kell a gyermekeket megölni, még kell a nőket megölni, még kell öngyilkos merényleteket végrehajtani, hát ezeken azért lehet bőségesen vitatkozni, meg egyáltalán a muzulmán vallásban nincs az benne, hogy öngyilkosság, most akkor hogyan magyarázok az öngyilkosságot, hát ugye elbehozzák ezt a mártír kérdést, és hogy Júliás Zoltán Jeruzsálemben láttam ott a múzeumokat, ahol a különböző úgynevezett mártír cselekmény, ő értelmezésünkben, mi értelmezésünkben terror cselekmény végrehajtó a személyeknek az életútja szépen föl van vázolva, és azt a estét is mutatják, amikor öngyilkos merélőnek jelentkezik az illető, és mártír műveletet hajt végre. Na most ezt nem mindenki fogadja el. Tulajdonképpen, ha megnézzük azt, hogy hányan vannak meg a közel-keleti országokban, a arab országokban, terrorcselekmények következtében, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy nagyon sokan, sokkal többen, mint bárhol máshol a világon. Következésképpen a vallási vezetőknek is nagyon fontos megnyilvánulás az, hogy nem osztják ezt a véleményt, nem szeretik az öngyilkos merényleteket, hangoztatják, hogy a terrorbűveletekben rengeteg ember, rengeteg muzulmán ember veszíti életét. Hát itt egy nevet írtam fel az aljára,
Abu Musabban Szuri, hál' Istennek, ő Guantanamo-nak a vendégszeretetét élvező már jó néhány éve, ami azt jelenti, hogy a hülyeségét nem tudja tovább terjeszteni. Ő az Al-Qaida 20 éves stratégiáját dolgozta ki. Érdemes megnézni, csak gyorsan átfutni, mert jó sok butaság van benne, de van benne valami, ami azért jellemző a mai világra. Amikor azt mondja, hogy 9-11 volt az ébredés. Ébresztő az Egyesült Államokra, ébresztő a nyugati világnak. Aztán 2002-2006 szemek felnyitása, tehát nyugatére jutnak, védekezni kell, hát jöttek is egymás után a különböző intézkedések a terrorizmus ellen. Aztán támadjuk meg azokat az országokat, amelyek a hitetlenek útjára léptek. Hát ugye ilyen Törökország, aztán Szaúd-Arábia és jó néhány arab ország, amit ő a hitetlenek lett. Ők a hitetlenként apostrofáltak. Aztán ugye muzulmán rendszerek megbuktak, ezek a hitetlen muzulmán rendszerek az ő elképzelése szerint nem buktak meg. Tehát azért nem mondható az, hogy egyik a másik után bukott volna meg emiatt. Más miatt természetesen előfordultak bukások. Ami érdekes itt az ötödik pontnál a kalifátus 2013 és 2016 iszlám állam, kikiáltották a kalifátust. Nem lennék meglepve, hogyha ez a folyamat folytatódna. Én nem vagyok rendkívül módon optimista az afganisztáni helyzetet illetően, különösen az iszlám állam további terjedésére gondolva. Lehet, hogy esetleg egy-két éven belül, remélem minél később következik az esemény, de fogunk még ezzel találkozni. Aztán utána teljes konfrontáció 2006-2020 között, ez ellen, amit lehet, nekünk meg kell tenni, a nemzetközi közösség megnyugodtan mondhatnám azt, és végső győzelemnek ez az idióta bácsi azt mondta, hogy az 2020 és a globális kalifátus megalakul. Hát ez én szerintem egy hibbant elmének a szüleménye, attól függetlenül nagyon sokan vallják ezt az eseményt, és nem biztos, hogy örülnének az én ilyen jellegű megértésének. Hát ugye a globális terrorizmus ellenes harcban meghatározó szerepet játszik az Egyesült Államok. Nagyon nehéz a helyzete. Afganisztán után ugye volt a 2012-es stratégia, amiben azt mondták, hogy Kína elszigetelése, Irán egy kicsit távolabb, tehát a csendes óceán térségébe, aztán ebből elég sok konfrontáció sült ki. Hát aztán ugye ott van az iráni program, amit valahogy kezelni kell. Irak, Szíria, iszlám állam, mit akar Irakkal, ahol tulajdonképpen mi is részt vettünk abban, hogy a 650 ezer fős iraki hadsereget kiképezzük, nem valami nagy sikerrel, azt is meg kell mondani. Mit akarnak ott, hogy mi lesz Irak jövője, hát ugye most már döntés született arra, hogy folytatódik a iraki erők és más erőknek a képzése is, mert ugye a levegőből elég nehéz megnyerni a háborút. Illetve hát a szövetségesek helyzete hogyan alakul, ez a különböző amerikai stratégiákban különböző képen jelenik meg. De végül is belejátszik még ebbe az egész folyamatban egy olyan hatalmas ország, mint Kína, ahol egész komoly terrorizmuson keveset hallunk róla, de sokszor lehet találkozni merénylettel. Hát aztán ugye közben még bejátszott ez az ukrán-orosz konfliktus, ami most nem a terrorizmus szempontjából lényeges, bár ugye ezért is lehetne misét tartani, hanem abból a szempontból, hogy az amerikaiak figyelmét elviszi. Hát ugye az amerikaiak azt szokták mondani, hogy terjesztik a demokráciát. Ismerjük ezt a demokrácia terjesztését Afganisztánban, ismerjük Irakban, ezzel a képpel csak azt szerettem volna érzékeltetni. Hát ezek után jöjjünk már haza egy kicsit és foglalkozzunk Európával. Európában a terrorizmusnak 5 oka lehet, többek között, hát ez ami meghatározó, lehet egyéb is, de ez az ami meghatározó, az etnikai, illetve nacionalista, a baloldali, a jobboldali, a vallási és a magános merények. Itt a vallásival nagyon óvatosan kell bánni, mert nem a muzulmán vallásnak a sajátossága a terrorizmus, ugye béke vallása. Én egy párszor tettem egy-két kemény megjegyzést is, és néhány arab kollégámtól, vagy muzulmán kollégámtól kaptam bírálatot, hogy tulajdonképpen miről beszélek én, ez külföldön volt. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az Európai Unió rendőrsége, a Europol minden évben készít egy úgynevezett terrorizmus trendek, terrorizmus ellenőrzési és trendek, teszát jelentést. Hát ezeket határozzák meg az okokként, és ezeket elemzik. Aki szakdolgozat, diplomamunka, kutató tevékenység, egyéb témában érdeklődik, nagy tisztelettel ajánlom figyelmébe az Európai Unió
elszánt jelentéseit, mert nagyon jók, hitelesek, és lehet sok következtetést levonni belőle. Ugyanakkor néhány sajátosságon ki kell, hogy emeljék az európai terrorizmus kapcsán. Először is emlékszünk vissza, amikor az Osama Bin Ládent átkötték a túlvilágra, ugye azt mondták, hogy micsoda menetekre lehet számítani Európába, Amerikába, egész világon, kérem, nem igaz. Az európai terrorhelyzettel abszolút nincs semmiféle összefüggésben Osama Bin Láden halála. Azok az egyéni akciók, amelyek történtek, azok egyik sem Al-Qaida ihletésű, most én ezt Al-Qaida alapvetően a magot értem, tehát a vaziristáni társaság. Ellenben, és ez nagyon fontos, és erre oda kell figyelnünk Európai Unió szinten is, a radikalizmus. Mit lehet tenni a radikalizmus ellen? Mit tesz az Európai Unió az európai fiatalok radikalizálódása ellen? Ez egy nagyon kényes kérdés, nagyon nehéz, és ez magyar szempontból is figyelembe kell venni, tehát ez bennünket is igencsak érint, nagyon vigyázni kell rá. Mondtam, hogy az internet a kommunikáció eszköze, tehát ez egyértelmű. Perspektívában, legalábbis a 2012-es TESZÁT jelentés szerint a terror események és letartóztatások tendenciában csökkennek. Ezt is óvatosan kell felfogni. Azért kell óvatosan felfogni, mert nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. Ha azt mondom, hogy egyéni terroristák, magányos merénylők, ugye volt olyan év, amikor 77 alatt volt. Miért? Mert a Breivik ugye ennyi ember tölt meg egyszer a fiatalok közül, Norvégiában. Aztán volt olyan év, amikor egy darab nem volt, tehát rendkívül rólda és változatos. Ha az Al-Qaida fenyegetését nézzük Európában, akkor mondhatom azt, hogy Al-Qaida magától szervezett merényletek, és az Al-Qaidához egyáltalán nem köthető merényletek. Hát az egyáltalán nem köthető merényletek kategóriába tartoznak, valamint ETA, IRA és egyéb ilyen nacionalista, olyan borzalmas nagy veszélyt nem jelentő terrorszervezetek. Aztán az Al-Qaida mag által szervezett, vagy az Al-Qaidához kötődőknél nagyon nehéz kimutatni, hogy a kötődés, kedves egészségér, ez csak szöveg, vagy valójában ez a kötődés létezik-e. Nagyon nehéz ennek a megállapítása. Egyetlen ilyen támogatást kapnak, vagy csak ötletet. Aztán az igazság az, hogy az Al-Qaida az Arab Félszigeten nevű szervezet. Én most a szervezeteket nem részletezem, mert nekem nincs időm. Egy olyan nagy társaság, amely hatással van Európára, hatással van a Közel-Keletre, sőt az afrikai kontinensre, tehát ezekre oda kell figyelni. Hát ugyanúgy a Boko Haram is azt lehet mondani, hogy durva módszereket alkalmaz, és azokra is oda kell figyelni, mert túlnő már az országban, Nigérián, és a környező országokban is elég sok problémát okoz. Sajátosságok közé tartozik az, hogy a radikális muzulmánok harmadik és negyedik generációja jelenthet, nem azt mondtam, hogy jelenthet kiemelt veszélyt, amelyre szintén figyelni kell. Na most a legnagyobb problémát okozza a nemzetbiztonsági és a rendvédelmi szervezeteknek az, hogy a független személyeket és illetve a kis csoportoknak a felfedése az egy rendkívül nehéz feladat. Minden országban komoly fenyegetést jelentenek azok a radikalizálódott muzulmánok, akik betértek. Hát ugye a muzulmán vallásnál betérés ez nem okoz nagy problémát, két mondatot el kell mondani, mellette van két tanú elfogadja, és már is jövő a vallás. Tehát ezek jelenthetnek veszélyt. A vallási ihletű terrorizmus az Európai Unió illetékes szervezete úgy értékelik, hogy szakmailag nem felkészült. Hát ez, azt hiszem nem kell ezt nekem nagyon magyarázni, hogyha valaki komolyan képzésen, kiképzésen nem vesz részt, akkor felkészületlen, és gyakran a merénylet csak egy kísérletben zárul, tehát nem sikerül a merénylet. Sok ilyennel találkoztunk az elmúlt években, Németországban, Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában, hát csak meg kell nézni ezeket a jelentéseket. Ezek az európai bensőrű terroristák etnikailag nem mondható azt, hogy homogének, kevésbé homogének, és a úgynevezett, én nem szeretem ezt az arab tavaszt kifejezni, azt szoktam mondani, hogy arab változások. Az arab változások miatt a terrorizmus veszélye nem nőtt Európában. Miért? Mert az arab változások nem a terrorizmusról szólnak. Teljesen másról van szó, ugye, munkanélküliség, gazdasági problémák, és nem kapcsolódik. Tehát az arab országokban nem szeretik azt a tevékenységet, amit mi úgy szoktunk illetni, hogy
terrorizmus. Az Al-Qaida ihletési merényletek száma Európában csökkent, például 2011-ben egyáltalán nem volt, úgyhogy a dzsihadista merényletek száma is csökkent, most ez Európában van. A szervezetekkel tehát nem foglalkozom, de azért a regionális Al-Qaida szervezetek közül kiemelném az Al-Qaida az Arab Félszigeten nevű szervezetet, az Al-Qaida az Iszlám Magrebben, az Al-Shabaab, Al-Qaida Irakban, illetve hát abból lett majd a Daesh, illetve az Iszlám Állam, illetve hát a Putyin úrnak a bosszantására nagyon sok szervezet van ugye a Kaukázus vidékén, hát a Kaukázusi Emirátus, ami szintén egy elég nagy szervezet. A dzsihadista mozgalmak tehát sajátosságként elmondható róluk, hogy gyakran összeolvadnak, gyakran szétválnak egymástól, és hát a merényletek szervezése azért az ő esetükben folyamatos, és hogy most merre, hogy jelennek meg, ha valakinek kell az anyag, amit én készítettem, szívesen odaadom és meg tudom nézni, a szervezetek, illetve a sajátosságok részletezve vannak. A terrorizmus ciklusával nem foglalkozom, illetve csak abból a szempontból, hogy a terror tevékenységek azok nem úgy történnek, hogy most van 5 percünk és szervezünk egy merényletet. Ennek mindig oka van, tessék megnézni a párizsi merényleteket. Tessék megnézni, hogy milyen okok állnak mögött. Hát ugye ismerjük a Mohamed prófétának a különböző ábrázolását, nyilván ezek fontos motivumként szerepeltek. Na most a ciklus pedig azt jelenti egy terror tevékenységnél, hogy van egy célkiválasztás. A célkiválasztás nem azok hajtják végre az esetek többségében, akik a merényletet is végrehajtják, mert az elég fura lenne, tehát ezzel gyakorlatilag idézőjelben mondtam, bemocskolnánk azokat, akik majd merényletet fognak végrehajtani. Alaposan megtervezik a merényleteket, tehát van egy tervezési időszak, van egy felvonulási időszak, a deploymentnek ugye tituláljuk. Van a bűncselekmény, tehát maga a merénylet, a menekülés, kivétel az öngyilkos merénylőknél, mert öngyilkos merénylők kimenekülésre nem kell gondoskodni, ők ugye már is mennek a paradicsomba, és utána történik a terror eseménynek a kihasználása, amiben óriási szerepe van a médiának. Ez egy ingyen műsor, tehát a terrorszervezetek helyett a média szépen reklámozza őket, ami hát nem a legjobb, de hát először a média. Milyen kockázatok vannak, és most egy kicsit túlmenve, hát azért ezt nemzetközi szervezetek, külügyminisztériumok pontosan megfogalmazzák, és például ugye a Europolnak a terrorizmus helyzete és trendje jelentésében egyértelműen kimondják azt, hogy az Al-Qaida terrorizmusa az EU tagállamok és külföldi érdekeltségei, tehát magyarul a mi követségeink külföldön, számára kulcsfenyegetés jelent. Illetve hasonló véleményem van az Egyesült Államok hírszerző közössége is, nem sokan vannak, csak 16-an, akik azt mondják, hogy az Al-Qaida elkötelezett a dzsihadista célok megvalósítása érdekében és merényletek végrehajtására, és tulajdonképpen folyamatos fenyegetés jelent az Egyesült Államok számára. Kicsit ez túl van ragozva, de azért az Egyesült Államokban a terrorfenyegetettséget kicsit másképp fogják fel, mint Európában, meg ahogy én ezt tapasztaltam, Izraelben is teljesen másképp kezelik, mint Európában. Hál' Istennek, hogy nekünk nem úgy kell kezelni, úgyhogy ennek csak örülhetünk. Illetve az Egyesült Államok külügyminisztériumának minden évben van egy ország jelentése a terrorizmussal kapcsolatban, ami szintén azt mondja ki, szinte minden évben, hogy az Al-Qaida központi szervezete az fenyegetés jelent az Egyesült Államok számára. Kiemelik azt, hogy 2010-13 között a szalafita dzsihadista csoportok száma növekedett. Legvonzóbb hely, hát most nyilván nem okozok ezzel óriási nagy meglepetés, Szíria, illetve hát most már Irak is, aztán Líbia is, aztán sorolhatnánk ezt a folyamatot tovább. Lehet itt különböző fenyegetettséget megállapítani. Terrorszervezet és terrorszervezet nem egyforma, teljesen más fenyegetéssel rendelkeznek, és ebben a slide-ban lehet látni azt, hogy mi az, ami a legveszélyesebb, és mi az, ami kevésbé veszélyes. A legveszélyesebb közé tartoznak a professzionális terroristák, elnézést a kifejezésért, amelyek kaptak kiképzést,
Következésképpen képesek merényletek megszervezésére, képesek fegyverkezelésére, képesek logisztikai tevékenység ellátására, és ezáltal természetesen merényletek megszervezésére. Hát ebben a kategóriában tartozik az iszlám állam például, amiről beszélünk mostanában elég sokat, teljesen más módszereket alkalmaz, mint korábban a terrorszervezetek. Tulajdonképpen lehet gondolkodni azért, hogy most ez egy igazi terrorszervezet, vagy egy gerilla szervezet. Hadsereg? Mert nehéz fegyvert használnak, loptak harckocsit. Üzleti tevékenységet folytat. Hát az államnak persze minden sajátosságok azért nem rendelkeznek, de az üzleti tevékenységben benne van az olajnak az árusítása. Hát korábban terrorszervezetek azért olajárusítással nem foglalkoztak. Fegyvert lopnak vagy vásárolnak, tehát egy picit közelebb van a gerilla szervezethez, mint a terrorszervezethez. Tehát mondjuk erre ezt nyugodtan rámutatjuk, hogy profi, de reméljük, hogy lehet őket majd azért köszöntösíteni. A másik az úgynevezett öngyilkos merénylők, akik az adott országban fejlődtek ki, nőttek fel, benszülő terroristák, és őket viszont professzionális terroristák irányítják. Hát ez nyilván egy magasabb szint, ami azt jelenti, hogy megvan nekik a szakmai képzésük, és megvan nekik a szakmai tapasztalatoknak az átadása. A következő helyzetet jelent, illetve szintet jelent, mert tulajdonképpen az, hogy mennyire veszélyes, azt mindig a kiképzettségi szint mutatja meg. Azok, akik rendelkeznek szakmai tapasztalattal, fegyverkezeléssel, tervezéssel, és kötődnek valamilyen terrorszervezethez. Ilyen például a londoni merényleteknek az elkövetői, emlékszünk rá. Aztán gyengébb képességekkel rendelkeznek az olyan országban felnőtt, benszülött kategóriába tartozó terroristák vagy kisebb szervezetek, amelyek rendelkeznek fegyverkezelési, robbanóeszköz használati ismerettel, de egyéb területen nem kaptak képzést. Ilyen volt például a Charlie Hebdo elleni merényletnek a végrehajtói. Ezek tulajdonképpen nem igazi szakemberek, azt lehetett látni, hát ha nem is az első nap, de elég gyorsan láttuk azt, hogy azért ezek nem annyira felkészült gyerekek voltak. Más kérdés az, hogy ideológiailag. Ők úgy döntöttek, hogy ők harcban akarnak meghalni. Ugyanaz volt a koppenhágai merényletben is. A koppenhágai merényletben is először a média tévesen hozta, azt mondta, hogy fejbe lőtték őket, hát fejbe. Tűzházban haltak meg, az nem mindegy, hogy valakit fejbe lőnek, lelövik, vagy pedig támadnak a rendőrökre és tűzházban halnak meg. Na most nekik a dicsőség az, hogy tűzházban halnak meg. És erről szól a történet. Ez volt tegnap előtt, és ez volt a párizsi merényletekben is. Aztán vannak olyanok, akik hát úgynevezett önképzéssel válnak terroristává, a különböző websájtoknak a tanulmányozásával. Olyan borzasztó nagy veszélyt nem jelent, most én ezt idézőjelben mondom, hát ebben a kategóriában tartozik, mindenki emlékszik a bosztoni merénylőkre. Aztán ezen kívül vannak még olyanok, akik hát szintén ilyen amatőr, idézőjelben mondtam, terroristák, akik persze meglepetés okozhatnak, de azért látni kell azt, hogy olyan komoly képzettséggel nem rendelkeznek. A koordináció szintje nagyon fontos kérdés, a terrorista, terrorszervezetek, illetve az őket irányítók között nagyon nehéz ezt a kapcsolatot felderíteni, és nagyon nehéz a koordinációnak a konkrét megnyilvánulási formáit követni. Hát itt volt például az amerikai őrnagy, aki a Fort Hood-i bázison megölt néhány kollégáját, hát tudjuk, hogy Mohammed vallású, és tulajdonképpen ő különösebb képzést nem kapott, de hát lévő katona nagyjából tudta azt, hogy hogyan kell a fegyvert használni, és hát mindjárt 13 halottat és 30 sebesültet produkált a saját kollégáik közül. Aztán vannak olyanok, akik kapnak kiképzést, hazatérnek és csendben vannak. Ezt a másik területen, tehát a hírszerzőben azt mondjuk az alvó ügynökök, ugyanezek vannak a terrorizmus területén is, és majd egyszer használják őket, ha éppen szükséges, ugyanakkor azt is lehet látni, hogy lényeges szempont az, hogy hogyan érvényesülnek ezek majd a gyakorlatban. A következő a trendek kérdése, mi várható? Hát egyet tudok mondani, mert nagyon fontos és érdemes megegyezni, nevezetesen az, hogy nem küldenek
műveleti parancsnokot a terrorszervezetekhez ma már. Tevékenykedjenek önként, maguktól, néhány instrukció alapján, és jöjjön létre, amit a nagybetűvel felírtam, a vezetés nélküli ellenállás. Tehát ne kelljen őket piszkálni, és tulajdonképpen ez a nagy veszély. Ez a nagy veszély Európában. Nem tudunk mit kezdeni. Tehát mi most elkezdünk itt játszogatni azzal, hogy most ki jön haza, ki nem jön haza. Szép dolog, jó dolog, de nem erről szól a történet. Most már a terrorszervezetek azok mindig előre vannak. Ők azt mondják, hogy kérem, ott kell keresni embert. És akkor megvan az állampolgárság, megvan az okmány, nem kell külön. Ja, és a helyismeret nem egy utolsó szempont. Tehát vezetés nélküli ellenállás. Ennek egyértelműen az a indoka, hogy akik egy harci övezetből visszatérnek, komoly kockázatot vállalnak. Hát tudjuk, hogy mennyien mentek az iszlám állam soraiba, tudjuk azt, hogy nagy szeretettel nem fogják őket fogadni, ezt a terrorszervezetek ezt tudják, tehát óvatosan fogják ezeket majd a jövőben kezelni. Hát aztán voltak országok, akik azt mondták, hogy nem adunk útlevelet, és ha nem adunk útlevelet, akkor mi van? Erre tudok mondani egy negatív példát, ugye emlékszik, mikor Kanadában már időben mentek a parlamentbe, és ott lövöldöztek. Nem adtak útlevelet, kinyírunk benneteket. Működik ez így is. Tehát azt, hogy most nem adunk útlevelet, ez a problémát abszolút nem oldja meg. Nagyon nagy gondot jelent a nemzetbiztonsági szolgálatoknak és a rendvédelmi szervezeteknek, azon személyeknek, akik terrorista cselekménnyel gyanúsíthatók, nagyon feltételes módon beszélnek, az azonosítása és a figyelése. Hát ugye figyelésén, mivel észrevétlenül dolgoztam, körülbelül tudom azt, hogy mit jelent, ha egy embert tartósan figyelni akar, akkor az 45-50 ember kell. Számoljunk már egy kicsit, és mindjárt kijönnek érdekes dolgot. Tartósan pedig valakit figyelni, azért az elég munkaigényes dolog, a költségrészét ennek nem is említettem, mert rendkívül költséges nyilván, pláne mai helyzetben. Tehát azt tudom mondani, hogy a folyamatos figyelés lehetetlen, és hogyha piszkáljuk a rendőri szervezeteket, meg a nemzetbiztonsági szolgálatok, mi nem tudtak róla, ezt tudtak róla. Csak mondjuk az illető már 4 éve nem csinált semmit. Hát nem lehet állandóan utána menni. Tehát a folyamatos ellenőrzés megvalósítása majdnem lehetett. Hát akiknél persze vannak hibapontok, mert elkövetnek hibapontokat és hibákat is fölkerülnek a listára, nyilván ezeket figyelik. De monitorozzuk, tehát folyamatosan figyelni csak azt lehet, aki gyanús. Aki nem gyanús, az teljesen értelmetlen. Csihadista szalafita merényletek számában 2013 és 10 között elég nagy számú növekedés volt a világban, és tulajdonképpen ebben benne volt most már ez az új iszlám. Iszlám állam, az Al-Shabaab, az Al-Nusra Front, Al-Qaida, az arab félszigeten, itt valakit érdekel látható, hogy körülbelül számban ezek mit jelentenek. De mindenki lehet látni, hogy ezek a problémák a válság körzetekben jelentkeznek. Tovább. Igen, teszát jelentés. Kérem, Európában a terrorveszély, amit a 2014-es teszát jelentés részletez, és értelemszerűen a 2013-as eseményekre vonatkozik, a 2015-ös jelentés az körülbelül májusban fog megjelenni, érdemes lesz megnézni, hogy milyen változás történik, szerintem sok, elsősorban az Al-Qaida merénylete következtében, tehát az iszlám állam miatt. Én csak úgy mellesleg jegyzem meg, nem tudom, hogy kolléga majd ez mit fog hozzászólni. Részünkről egyetlen egy évben nem találkoztam olyannal, hogy Magyarország kapcsán bármit is megraktak volna a teszát jelentésekbe. Pedig állítólag volt egy-kettő, majd meglátjuk, érdeklődése várom a 2015-ös jelentést, ami 2014-re van. Tehát azt tudom mondani, hogy jelenleg Európában a terrorveszély akut és különböző, teljesen más a terrorveszély Párizsban, más Madridban, más Budapesten és megint más Pristinában. De országon belül is más. Tehát ezt úgynevezett egyedi elemzéssel lehet csak megállapítani, mint kockázatelemzésnek nevezzük.
Európai polgárok, ami kockázat, meglehetősen gyakran utaznak konfliktus övezetbe, ezt halljuk a médián, ezt nem akarom tovább ragozni, ez egyáltalán nem jó, mert igen komoly negatív következményei lesznek, nem feltétlen terrorizmus szempontjából. Tudnék, a terroristák azok oda mennek, ahol van feladat. Európában a túlzottan sok feladat nincs. Na most, hogyha valaki elmegy Európából, vagy az arab államokból, például az iszlám állam kötelékében tevékenykedni, olyan 2-3 ezer dollárt kap, mondta. Ha például egy iraki jelentkezik, vagy egy szír, akkor 500 dollárt kap. Tehát azért elég nagy különbség van, hogy az illető honnan megy oda. Természetesen hát ezeket pénzek. Európában ugyanakkor nagy szerepe van a terrorizmus pénzügyi támogatásának, és Európa ebben a logisztikában, menekülésben, utánpótlásban, pihentetésben elég nagy szerepet játszik. A TESZAT jelentéseknél általános megállapításként fogadható el az, hogy a bal oldalról áttevődött a hangsúly a jobb oldalra, tehát a jobb oldali terrorizmus, mint nagyon fontos kérdés Európában. Aztán van itt egy olyan általános megállapítás, hogy a terrorista csoport együttműködik a szervezett bűnözését, nagyon óvatosan szeretnék fogalmazni. A terrorista, az igazi terrorista nem szervezett bűnözés. A szervezett bűnözés pénzről szól. Bemenni a politikába, különböző, Magyarországon nincs ilyen, de van, ahol van ilyen. Bemenni a politikába, szerezni különböző előnyöket, és tulajdonképpen más a célja a szervezett bűnözésnek. Ha valaki megégeti magát ezen a területen, akkor már terrorizmus céljára nem használható fel. A média az komoly lehetőséget biztosít. 2013-ban ez a szám, ami itt föl van írva, azért érdekes, mert itt látni lehet azt, hogy mennyi esemény történt, és hány szemét vettek őrizetbe. És az őrizetbe vétel vett személyek közül mennyit ítéltek el, tehát amire a bíróság azt mondta, hogy valóban megáll a vád. 7 személy halt meg terrortámadás miatt, 152 támadás hajtottak végre az Európai Uniós államokban, 535 szemét vettek őrizetbe, ami azt jelenti, hogy persze kötődhet a terrorcselekményhez is, de valamire ezek készültek, és ebből 313-ra azt mondta a bíróság, hogy ez igaz. Tehát el is ítélt. Lehet látni azt, hogy melyik országban milyen számon elélet történt, mennyi támadás és mennyi letartóztatás, a felső szám a támadás, alsó szám a letartóztatás, méghozzá friss 2011, 12 és 13. És láthatjuk ebből azt, hogy ingadoznak a számok. Tehát nem mutat egyértelmű trendet, sem pozitív, sem negatív. Pénzügyi támogatásban ugye, hát a terrorizmus pénzügyi támogatásáról azt tudom mondani, hogy nagyon sokféle lehet. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy nem annyira pénzigényes. Tehát egy terrorcselekményre borzasztó sok pénz nem kell. Ugyanakkor az európai közösséget azt igyekeznek használni, például a kurdokat. Ugye tudjuk azt, hogy Németországban az ott lévő törökök jelentős része kurd. Hát ebben benne vannak a tagsági díjak, a publikációk, különböző rendezvények. Aztán fele tudja, hogy ebből mennyi megy terrorizmus céljára. Aztán azok, amelyek már bűnözéshez kötődnek, a bankkártyával kapcsolatos dolgok, zsebtorvajlás, stb. Szintén juthat belőle ilyen célra is. Illetve hát az Al-Qaida nevű arab félszigeten, vagy az iszlám Magrebben szervezett, ugye gyakran követel emberrablást, látjuk ezt mostanában, nagyon sok cselekményt valósítottak meg európai személyek, vagy amerikai személyek kárára, hát aztán vagy megkapták a pénzt, vagy nem, de mindenképpen pénzt követelnek, és hát egy csomó olyan pénzügyi támogatás van, ami itt ismert. A vallási indítatáson merényletekben is megint itt van egy érdekes megállapítás, tulajdonképpen egy fő volt meg az előző jelentés időszakban, ugyanakkor számos összeesküvés felszámoltak, letartóztatások 2012-ben 159, 13-ban 216, tehát egy bizonyos emelkedést látunk ezekben a számokban. De mondom, meglepetésre szerintem egy kicsit 2015-ös merénylet. A vallási indítatáson merényleteknek a alakulása.
Aztán van a jobboldali és a baloldali terrorizmus, ami szintén fontos. Itt is lehet látni azt, hogy mennyi volt a letartóztatás és mennyi volt a támadás. Jobb oldalról ugyanaz. Hát pár szót szólok, mi az iszlám állam veszélyéről, ami ide tartozik. Tulajdonképpen azt kell látni, hogy és itt a nemzetközi közösségnek a szerepe óriási nagy, ezeket meg kell állítani. Ezt a folyamatot nem lehet folytatni tovább. Látszik is, hogy szoros az együttműködés az arab országokkal, nemzetbiztonsági és rendőri területen egyaránt, ami azt jelenti, hogy rendszeresen támadják őket. Amerikai Egyesült Államok a légierőt bevetette, de most már ugye több arab ország is részt vesz, és nem csak demonstratív célra, hanem valóban légi csapásokat hajtanak végre. Látjuk azt ugye, mikor elégették elevenen ezt a jordán pilóta hadnagyot, mennyire mérges volt az egyébként is instabil helyzetben lévő jordán király, akinek egyébként teljesen véletlenül az ő törzsébű volt ez a fiú. Tehát nagyon sok Egyiptom például most az iszlám állam ellen, ami Líbiában jelentkezik, légitámadásokat hajt végre, tehát nincs a nyugat magára hagyva, és hát nyilván az amerikaiak ezt fogják kihasználni, hogy minél több helyi erőket vonjanak be az iszlám államnak a közömbösítésére. Borzalmasan tört az idő. Úgyhogy akkor menjünk tovább. Hát ha azt a térképet megnézzük, akkor ezt lehet látni szépen, hogy az iszlám állam tevékenysége a Szírián belül, illetve Irakon belül azért nem olyan nagy területet fog át. Tehát lehetőség van ezeknek a felszámolására, csak az a baj, hogy egyik helyről elműzik őket, a másik helyen feltűnik. Fönn bal oldalon északon lehet látni Törökországra Kobanit, ami egy óriási nagy esemény volt a Kobaninak a visszafoglalása, és az iszlám állam embereit onnan kiűzték. Ez nagyon fontos a kurdok szempontjából. Hát akkor párizsi merényletekről néhány. Ezt csak azért tettem fel ezt a rajzot, hogy én is tudok találni olyat, amivel esetleg másokat tudok sértegetni, nem szándékom. De azért Franciaország és az afrikai államok kapcsolatát ezt szépen jelzi, kommentet nem kívánok hozzá. Aztán van egy másik, halott akkor jót, vagy semmit. Nem akarom bántani, megint távol esik tőlem, lehet, hogy sokan nem értenek egyet, ilyen szabadság, olyan szabadság. Nem mind a karikaturista, de kérem, a vallási meggyőződésével az embereket nem illik megsérteni. Szóval Jézus Krisztus az erőnék azt mondanák, hogy pornozár, és a Szent Háromság semmi grupeszes csoport. Mi is haragodnánk érte, ugyanúgy ők is haragodnak érte a kutyának, vagy éppen disznófejjel ábrázolják Mohamedet. Vannak olyan emberi érzések, amit ha megsértenek, azért ölni képes valaki. És ezek a hölgyek, urak ezt elfelejtették. Én megnéztem az életrajzukat, ezek közül több olyan francia állampolgár, erősen kapcsolódik a dániai merénylethez, aminek ugye tegnap előtt láttuk a folytatását. És tulajdonképpen ezzel csak annyit akarok mondani, hogy hát nem teljesen ártatlanok ezek a művész urak. Persze lehet készíteni különböző rajzokat, itt van ugye, amikor nagyon szeretik egymást, és a szerelem az erősebb, mint a gyűlölet. Hát hogy aztán kinek mennyire gusztos, és ez egy más kérdés. Aztán, hogy most tollal vagy fegyverrel harcolunk, az megint egy más kérdés, ez nem sértő, ez nem Mohamed ábrázolása. Ez szerintem belefér. De hát ezzel a médiának kellene egy kicsit foglalkozni, de ezt is még erről a héten is rendezvény. Ez már nem olyan baráti rajz, amikor azt mondom, hogy Mohamed viszi egy nagy tőrrel, vagy késsel, vagy karddal az ember, tehát nyilván kivégezni, ez már egy kicsit gusztustalan Mohamed élet. Tehát egy Mohamedra egyik, hogy tudni kell, hogy 9 éves barátnője volt, 9 éves, tehát az elég fiatal. Aztán ugye itt a kérdés is elég érdekes, hogy meg kell-e mutatni ezeket a képeket? Nem tudom. De nekem a magánvéleményem az, hogy nem kéne még mutatni sehol. Tehát tulajdonképpen itt a körülmények is közrejátszanak ennek a merényletnek a végrehajtásában, ami Párizsban történt. Benne van a radikalizálódás, és 50-szer nem győzöm aláhúzni a radikalizálódás kérdését. A dzsihadista kockázatokat, a Szíriából való visszatérést, és hát ugye az, hogy a világ összes kormánya felelős azért, hogy az állampolgárit megvédi vagy nem, hát ez teljesen természetes. Nyugati a kivégzése az a kormányokat felébresztette, ugyanakkor ugye itt meghalt néhány ember, ugyanazon a napon 38 jemeni tölt meg az Al-Qaida az Arab-félszigeten. Ilyen kis futócímekben lehetett
olvasni. Tehát hol és micsoda, és mi történik, tehát ez más. Hát aztán ugye a körülmények közé tartozik még a gazdasági válság, a migráció és egy csomó instabilitás, amit tapasztalhatunk Európában is. Hogy aztán most mi lesz erre a reakció, arról lehet sokat olvasni, és gondolom, hogy a véleményben a kollégám erről fog majd szólni. Menekülteket nem keverjük a terroristánkkal, nálunk ezt nagyon-nagyon-nagyon bekevert a sajtó, óriási hiba a média részéről. Aki menekül Pristinából, vagy nem tudom honnan, az nem terrorista. Szóval ne terroristázzuk már le. Durva dolog. Hát aztán a motivumok közé tartozik az, hogy saját elhatározásból hajtják-e végre, vagy valaki rábeszéli őket, milyen külföldi támogatásuk. És tudni kell azt, hogy a muzulmán világ az egységtől nagyon messze van. Hát Franciaországra visszatérve, ugye a Bütsomon Park Párizsban, ez egy gyülekező helye volt ezeknek a radikális fiataloknak, joggingolás közben itt leültek, beszélgettek, különböző témákat felvetettek, és elmondták egymásnak, hogy mennyire megkülönböztettek bennünket, nincs állásunk, nem ártana valamit már nekünk lépni, tehát ismerjük ezeket a dolgokat. És tulajdonképpen ezen kívül mi voltak parkokban, más parkokban és lakásokon, mecsetekben találkozó helyek, ahol szintén történt a radikalizálódás. Ezt később felszámolták, mert ugye amerikai követség ellen készítettek elő támadást, de hát ez Franciaországban elég gyakori ez a radikalizálódás. És tulajdonképpen a radikalizálódásnak az egyeteme, magas iskola, a börtön. Börtönben van idő beszélgetni, van idő embereket tanulmányozni, van idő embereket beszervezni, hát ezek mind megjárták a börtönt és ott radikalizálódtak. Ez az ablaki, akit ugye a Inspire magazin atyának tartanak, 2011-ben Obamának utasítást adott, hogy ki kell végezni, őt ki is végezték, de a eszméje megmaradt. És tulajdonképpen ezekkel a fiúkkal ő találkozott, és sok mással is találkozott, és próbált annak érdekében lépni, hogy a radikalizáció utcák útjára lépjenek. Hát erről az ablakiról többet nem akarok mondani, de azért még azt megemlítem, hogy ebben az évben az ablakiról az iszlám államban elneveztek egy zászlóját. Egy zászlóját durván 3-400 fő. Tehát erre azt mondtam, hogy az ő eszméje, ez továbbra is megvan. És ő a célja ennek a zászlónak? Európai támadások végrehajtása. Elég durva, amit mondtam. Szintén én agitátor, és ez a két fiú, a két Korcsi testvér, akikről azt kell tudni, hogy radikalizálódott, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy bűnözők, egymást jól ismerték, már a többi merénylővel, tagjai voltak ennek a park egyesületnek, és ők is igyekeztek toborzó tevékenységet folytatni. Tehát a radikalizálódás mellett Európában egy nagyon komoly veszély a toborzás kérdése. A rendvédelmi szerveknek oda kell figyelni az Európai Uniónak, és ezzel valamit tenni kell. Hát elég sok merényletet készített elő mind a két fiú, de sajnos nem tudták bizonyítani. Ha nem tudták bizonyítani, akkor viszont nem tudták elítélni. Hát többek között Said ismerte ezt az Omar Farouk nevű úriembert, aki 2009. decemberében az Amerikában repülőgépet fel akarta robbantani, úgyhogy a lábán ugye egy robbanóanyag volt elhelyezve. Hál' Istennek a utastársai jobban figyeltek, úgyhogy meghiúsították ezt a dolgot, és a Detroitba leszállt a repülőgép éppen és egészséggel. Hát ugye a másik testvér, illetve nem testvér, hanem a másik fiú, ahol, aki tulajdonképpen ugye a zsidó volt előtt ellenhajtott végre merényletet, egy pszichopata bűnöző. Az élettársa egy rendkívül vallásos hölgy volt. Hát ugye Franciaországban azt tudjuk, hogy az esküvőt csak azt fogadják el, ami állami esküvő, tehát az egyházit nem. Most például az egyház esküvőn a hölgy nem ment el az esküvőn, az apja ment el érte. Na, nem szeretnék a kérdést kapni, hogy mi volt a nász éjszakán, de nem tervezték még ezért sem az illető, és ugye elég gyorsan elment utána, sőt a merénylet előtt, Törökországon keresztül Szíriába, és a hírek arról szólnak, hogy vidáman él Szíriában. Tehát tulajdonképpen őre azt lehet mondani, hogy börtönbe járt, toborzó tevékenységet folytatott, és hát egész szorosan együttműködtek.
toborzó személyek közül ez a Pegán nevű ember, aki most szállistani börtönben van, szintén egy jól ismert figura Franciaországban, ismerték egymást. Hát a tegnap előtti merélettel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy rendkívül hasonlít a párizsi merélethez. Tulajdonképpen itt is média ellen, de tudjuk, hogy Kopenhágában mi történt korábban, emlékszünk rá. Az egyik személy, akit szeretett volna megsemmisíteni, egy karikaturista volt, rajta van a terrorszeretet listáján, mint több a más ember is, nem szeretnék a bőrükben lenni, további merényletek várhatók. És a másik dolog pedig az, hogy zsinagóga ellen, tehát mintha próbálta volna kicsit primitívebb módon lemásolni azt, ami Párizsban történt, hát őt is hál' Istennek likvidálták, de még a nyomozás folyik, úgyhogy próbálják megállapítani, hogy kik azok, akik segítették. Ma még nem biztos, hogy ezt lehet tudni, de egy-két nap múlva talán ebben a kérdésben többet tudunk. Ennyi időt kaptam, néztem nagyon mérgesen a hölgy. Egy dolgot szeretnék azért még itt a végén megmutatni, amikor azt mondom, hogy ezt nem én mondtam, hanem Wolsey, aki a CIA-nak volt az igazgatója, és Osama Bin Ladenre gondoljunk, sikerült megölni a nagy sárkányt. Most azonban olyan őserdőben élünk, amelyben félelmetes sokasságú mérges kígyó van. Köszönöm a figyelmet, várjuk a kérdéseket, csak előbb kolléga fog a kérdőállásponttól szólni. Ide lesz? Éppen ezért, és ráadásul az eszközök is, ahogy
nagyságrendek azok nyilván különböznek. De ha mi most ennyit tudunk hozzátenni, akkor tegyük hozzá ezt, mert eléri az inger küszöböt. Két hónappal ezelőtt voltam Minskben egy konferencián, ezzel foglalkozó konferencián, ahol az iraki résztvevő kifejezetten adott hozzá, és mondta, hogy Magyari, mondom, aha, és akkor mondja, hogy köszi szépen, és tudjuk, hogy részei vagytok a koalíciónak, és tudjuk, hogy küldtétek a humanitárius segélyt. Tehát nagyon fontos, hogy jelenjünk ebben. És hamarosan, meg ott tudom, hogy egy-két héten belül megtörténhet, a hozzájárulásunknak újabb elemét fogunk bejelenteni, aminek a katonai jelentősége is lesz, mert valószínűsíthetően helyszíni, tehát kurdisztáni katonai, hogy kell ezt mondani, force protection erőket küldünk, tehát akik azon mennek, hanem csak védeni az ottani katonai létesítményeket. Ezen kívül valószínűleg kiképzőket is küldünk majd, vagy pedig fogadunk Magyarországon katonai létesítményekben helyi szövetségeseket kiképzés céljából, valószínűleg csak tűzszerészeti kiképzés céljából. A következő külföldi harcosok. Ugye ahogy az ISIS-nek ez az egyik, talán az első online propaganda mellett az egyik legfontosabb, nem is újítása, mert ez a jelenség ez korábban is megvolt, de az új minőség az, hogy ilyen mértékben jelen van a külföldi harcosok. Szóval ami jó hír, és ami néha-néha megjelenik a médiában, de ez nem folyik a csapor, jó, ha leszögezzük, magyar állampolgár minden bizonyban nincs, aki ott harcol az ISIS oldalán. Kizárni természetesen nem lehet, hiszen ők ugye nem jelentik be, nem dokumentálják, hogy mert persze van a kérdések, azt fel is kapják, elnézést csak csapokat. Tehát kizárni nem lehet, mi úgy tudjuk, hogy nincs kint magyar állampolgár, és nagyon jó közelítések vannak. Egy olyan személy van, aki egyébként tunéziai állampolgár, van egy magyar feleség, és már folyamatban volt az állampolgársági kérelme, és kb. Két év múlva megkapta volna a magyar állampolgárságot, amikor ő úgy döntött, hogy már pedig ő inkább akkor elmegy az ISIS csapkos erejébe beáll, hát ő nem lesz természetesen magyar állampolgár. A másik, ugye ennek az egyenletnek a másik oldala, hogy Magyarország mi radikalizáció, magyarországi iszlám közösségekkel mi a helyzet. Mondhatom, hogy kiváló, mondhatom, hogy nagyon pozitív a helyzet, kiváló munkát végeznek a hatóságaink, ugyanis nem mondjam azt, hogy amerikai módon, mert nem a megfigyelés, nem a privát szférába való behatolással figyelik ezeket az adott esetben veszélyeztethető kis közösségeket, hanem együttműködve velük. Tehát a TEC például ennek megfelelő emberei nagyon kapcsolatban vannak a magyar iszlám közösségnek a helyi szintű képviselőivel is, és folyamatosan egyeztetnek, folyamatosan tárgyalnak arról, hogy mi a helyzet, és nagyon békés közösség. Természetesen nyilvánvalóan senki nem a magyar iszlám közösségtől várja, hogy
srácok, szeretnék jönni, csatlakozom, jövő keresztények, stb. Akkor az olaszok nem tudnak ezzel mit csinálni, mert ott még ezek az előkészületi, vagy felajánlkozási magatartás formák nem részei az elfelejtség és elkövetési formák, és kételnek elengedni, és utána ki tudja, hogy visszamegye, hogy folytatja az útját. Szóval nálunk a magyar BTK ilyen szempontból mindent kívánóan lehet, és szintén fontos, hogy a szolgálatainknak a szabályozása is nagyon szépen megfelel annak a nyugati civilizációban kialakult egyensúlynak, ami a biztonság és a szabadságjogok között fennáll, és nem kell állni. Nálunk még nincs Patriot-ek, és még például személyesen részt vettem olyan egyeztetésen, amin feltettük a kérdést a tekeseknek, a rendőröknek, a katonaszolgálatnak, hogy érzik-e szükségét jogszabályváltoztatásnak, ami neki több lehetőséget adna, több hatalmat adna. És nem is meglepede, de azt tapasztaltuk, hogy ők nem tudják ezt. Tehát ők is úgy érzik, hogy a jelenleg gyűlölet szabályozás az elégséges ahhoz, hogy ők sikeresen és hatékonyan dolgozhassanak. Ugye ez is egy pozitív elem. Na aztán, hogy mi lesz a post-sárjadó Európában, professzor is említett Breyki termet, és
hová vezet. Igazából mi tudom, egy gyönyörű végszót, de nincsen túl sok hatalom nyitben, és inkább legyen a közönséggel szó. Úgyhogy én köszönöm szépen, és akkor előttünk, hogy keresünk a következőt. Válaszoljunk, vagy pedig egyesével? Szerintem lehet válaszolni. Jó, oké, egy pillanat akkor. Maga egy igazi marketinges, sok sikert kívánok. Terrorellátásban keveset dolgozott, meg az Európai Unióban sem is. Itt az Európai Unió meg általában látunk, hogy volt jószak terrorszövetege nem tárgyalnak. Na most ez az iszlám állam szépen hangzik, hogy iszlám állam, de ez valójában nem állam. Ez egy geréna szervezet. Amit sajnos szomorúan kell tudomásul venni, ezekkel egyféleképpen lehet beszélgetni, megsemmisíteni. Ezek tönkreteszik a iraki államot. Nem tudom, lehet-e valami tönkreteni Szíriában, mert ott lehet, a lehető legnagyobb felfordulás van. Tehát senki nem gondolkodik azon, sem az Európai Unióban, sem máshol, sem a szomszédos országokban, hogy ezekkel az iszlám állam képviselővel tárgyaljon. Tudom, hogy a helyzet Irakban olyan, hogy teljesen bizonytalan, nem zárhatok ez ország szétesése, mondjuk egy síta, egy szunita és egy kurd területekre. Tehát még egyelőre nagyon örülnék annak, hogyha az Irak mint állam működne, és nem az Irakon belül, hogy mi az iszlám állammal törődjük. Tehát erre a válaszom marketing szempontjában nagyon szépen hangzik, de sajnos gyakorlatban nem megvalósítható. Olyan módszereket alkalmaznak, amelyektől az arab országok, sőt, bocsánat, még azt is tudom mondani, hogy terrorszervezetek is elhatárolódnak. Tehát ezek a durva módszerek, amiket ott látunk, emberek elevenen való megégetése, tömegsírások temetése, ezek háborús bűntettek, ezek nem tárgyalnak. Jó? Nem, nincs semmiféle marketing tevékenység arra. A marketing tevékenységet majd a kurdokkal kell folytatni, és lehetőleg majd az olaj kihasználása szempontjából, a Moldovan. Nagyon pozitív az, amit a Dávid mondott, hogy megyünk oda a katonákkal is, vagy legalábbis segítjük a kiképzést, és reméljük azt, hogy a kurdokkal való barátság nekünk üzleti lehetőséget is fog hozni, hát egyelőre arról van szó, hogy Irakban. Ebből a szempontból igen, ez nem az iszlám. Ők is kereskednek, ugye, eladják a olajat, a lopott olajat, de ez egy más dolog, ezen foglalkozunk. Hogyha viszont a marketing tevékenység és az Európai Unió lehetőségei vetődtek fel, akkor erről eszembe jut az is, hogy ugye az EU tehetne, és igen, egy ellenpropagandát ugye beindíthatna, ami nem a Közel-Keletre irányulna, hanem a saját veszélyeztetett közösségünk irányába. Erre a válasz az, hogy természetesen ilyen kezdeményezések vannak, csak hát az Európai Unió 10 év alatt szokta azt megcsinálni, amit amúgy egy év alatt lehetne, hogy kellene. És teljesen igazol a professzor úr, amikor azt mondja, hogy az EU követő politikát folytat, hát nehéz úgy nem követő politikát folytat, hogy 28 tagállam mindenféle nyugdíj baját kell összehangolni, és ugye a demokratikus döntéshozatali folyamatokért megfizetjük azt az árat, hogy bizony kevésbé vagyunk hatékonyak, és végtelenül lassúak vagyunk. De ilyen propaganda tervek vannak.
helyzet, de ilyen marketing és oktatási tájékoztatási program tervek most vannak. Mit ez van tudjuk ez? Az én kérdésem az lenne, hogy most a külpolitikáknak a keletindítása az egy irányulnak, és Törökország a nagyon fontos partner. A kurdoknak küldött fegyverek és egyéb szállítmányok nyilván ugye a Peshmergához jutnak elsősorban, de adott esetben a fegyverszállítmányokból esetleg a PKK is kaphatna, vagy az YPG. Tehát a törökökkel való viszonyunkat ezt hogy a felső a kurdoknak küldése nincs. Hát a Törökország szerepéről szintén lehetne két órán keresztül beszélni, és nagyon érdekes is lenne. Minden egyes hozzájárulás, amit a koalíció egy tagja felajánl, mindig nagyon célzott és mindig nagyon pontosan meghatározott célra rendelkezik. Tehát amikor mi azt a Peshmerga hadjáratnak felajánljuk, akkor ott nem jelent szó, hogy a PKK-ból kapjon. Persze alulkor jött, hogy az amerikaiak által ledobott fegyverzetére 20 km-rel arrébb adod, és akkor utána másnap már az ISIS-nek a honlapjai megjelenik, hogy köszi a gránátvetőket, vagy zaklavetőket. Mi esetünkben ilyesmiről nincs szó a törökökkel. Most ha belegondolok, az elmúlt fél évben azt hiszem írtunk olyan anyagokat, hogy állami vezető találkozott török állami vezetővel, és akkor a terrorizmus is mint kérdéskörről felvetődik. Igazából Törökország ugye elméletileg és nyilvánosan pontosan olyanban a csapatban játszik, mint amiben mi játszunk. Az egy más kérdés, hogy a háttérben a törököknek, és ezt most nem mint diplomata mondom, hanem mint egy érdeklődő magánember, a törököknek természetesen előnyére válik az, hogy a két ellensége egymást ölik. Tehát a törökök nyilvánvalóan nem véletlenül nem engedték át a kurd csapatokat nagyon sokáig. Kobani ostromakor szépen felálltak a török harcosi zászlójak a határ innen soroltalán kb. 20 méterre, és végignézték a mészáros heteken keresztül. De ez a kapcsolatrendszer nem befolyásolja. Tehát a törökökkel igazából kereskedelmi kapcsolatokat igyekszünk fejleszteni, kulturális kapcsolatokat igyekszünk fejleszteni, és ez működik, és hát nem, ilyen számokkal nem készültem, de nem, a terrorizmusági küzdelem azt nem befolyásolja. Hogy önök szerint, tehát van-e reális esélye annak, hogy tehát ez a folyamat most, hogy ki az, aki terrorista, ki milyen terrorista, ki, tehát mint ahogy a professzor úr is elmondta, hogy van gazdasági, van szervezet, tehát ez annyi sebből érzik ez a dolog, hogy tulajdonképpen, és akkor még a globális felmelegedésről nem is beszélünk, hogy a lefolyó vizeknek a 40%-a, az ugye majd egyszer csak lefolyik. Meg a jéghidék hálózatnak utána mi lesz? Felváltozhatjuk óra bérbe vagy, szóval ha te fújod, én meg nem vannak. Tehát akkor el fog indulni egy vándorlás, és akkor mindegy, hogy terroristának nevezzük, vagy gazdasági menekültnek, akkor tehát valahogy ezt a folyamatot kéne megállítani, mert mindegy az, hogy valaki elkeseredésből, vagy vallási megsértettségből követel merényletet, vagy tehát mi a véleményünk erről, hogy ez megfékezhető egyáltalán, vagy föl vagyunk erre készülve, hogy ha megindul egy ilyen dolog, akkor tudjuk ezt kezelni, hogy ne műfelé jöjjön ez, hanem úgy mondom, hogy jól jöjjünk ki ebből, vagy ennyi a kérdésem. Igen, hát jó is, ráadásul aktuális kérdés is, hogy most mit csinálunk a menekültekkel, de én, mint az előadásomban is említettem, itt nagyon el kell választani a menekült kérdést a terrorizmussal, vagy a terrorizmus elleni küzdelemmel. Tehát, hogyha valaki valamilyen okból, az lehet gazdasági, lehet, hogy jobb körülmények között akar kerülni, és azért veszi a sátorfáját, elad mindent és megy egyik országból a másikba. Ez nem terrorizmushoz kapcsolódó téma, ez egy gazdasági. Ezért dolgoznak most a különböző országok, illetve a nemzetközi szervezetek azon, hogy döntsük már el, hogy ki az, akit befogadunk, és ki az, akit nem fogadunk el. Ugye ismert az, főleg a német véleményekből, amit korábban mondtak, hogy a multikulturális társadalomnak végez. Mondta az Angela Merkel 2012-ben. Most 2015-öt írunk, Angela Merkel nem ezt mondja. Angela Merkel most azt mondja, hogy aki a nyelvünket tudja, vagy megtanulja, akinek van jó szakmája, hajlandó bejelezkedni, szeretettel várjuk, te is mindent, hogy honnan jön.
Na hát az az embereknek viszont nincs rájöve a homlokára azt, hogy most ő mit akar. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy nyilván az az ember, hogy jön az országot, akinek valami megélhetési lehetősége. Ez a gazdasági kérdés. Hát ezt el kell dönteni az országoknak is. Minden országnak hozni kell valamilyen törvényt. Összehangolva az Európai Unióval, ahogy a Dávid is említette, 28 ország véleményét kell közös nevezőre hozni, ami nem egy egyszerű feladat. Ugyanakkor van a másik oldal ennek a kérdésnek, amikor üldözés miatt mennek. Amikor ha visszamegy, akkor kinézik az illetőt. Hát ebben az esetben ugye van egy ENSZ elv, meg van egy Európai Uniós elv, hogy ezeket az embereket be kell fogadni, ezeket segíteni kell. Kérdés, hogy hogyan? Mennyi ideig zárjuk be, vagy nem zárjuk be? Hát nálunk is most ezen görcsölnek, hogy mit lehet tenni. Mindenki tudja, hogy aki Magyarországra jön, az nem itt akar letelepedni, az menni akar tovább, de hát vannak törvények, vannak kiutasítási lehetőségek, vannak toloncegyezmények, amiket ugye elfogadtuk, mi is aláírtuk, tehát tiszteletbe kell tartani. Én azt mondom, hogy hát ez most nagy probléma lesz, tehát nem tudom azt mondani, hogy ezt felejtsük el. Ahogy a sikertelen államok és a gazdasági problémák növekednek, ezzel párhuzamosan erősödik a menekülteknek a száma. Ez aztán lehet Közel-Keletről, és mi Afrikáról nem is beszéltünk, még ezért majd egy másik téma lesz, ahonnan is megindulnak. Tehát ebben én nem vagyok optimista, nagyon nehéz lesz, és nagyon nehéz lesz kidolgozni egy gyógyszert erre. Ez a politikusoknak a feladat, hogy most csinálják meg, foglalkoznak vele. Nem könnyű, nagyon nehéz kérdés, amit mondott. Az nyilván érthető, hogy az Egyesült Államok sajtóhíreit nem az vezeti, hogy
Csak egy gondolat, nagyon jó kérdés, mert rendkívül fontos Iránnak a helyzete, és azt még hozzá szeretnék tenni, amit a Dávid mondott, hogy ha a síta érdekek úgy kívánják, Irán hajlandó mindent megtenni. Tehát még erejét beveti, szárazföldi erejét beveti. És ha ne talántán mondjuk Irán szent helyeket próbálna Irakba megtámadni, az ISIS, akkor megnézheti magát, mert az irániak szétverik őket. Aztán persze Irán helyzetét nem lehet elválasztani az atomprogramtól, nem lehet elválasztani az amerikai nyílt és titkos tárgyalásokról, amit már meglátjuk, mi lesz az eredménye júniusban, de én úgy érzem, hogy ha nem kötnek megállapodást, akkor sem fogják a kapcsolatot abba hagyni, hanem folytatják a tárgyalásokat. Köszönöm. És akkor még két kérdés a... Nagyon fontos kérdés ez a keresztények kérdése, nem csak Líbiában, hanem máshol is. Amit tegnap elkövettek a líbiaiak, hát tudjuk azt, hogy Líbiában, hát nem vagyunk teljesen ártatlanok az ottani események kialakulásában, sajnos azt meg kell mondani őszintén. Pozár háború van, a kikit győzle, ott még nem dőlt el. Na most azzal, hogy egyiptomi állampolgárok, mert ők egyiptomi állampolgárok voltak, egyébként keresztények, ilyen durva módon kivégezték őket. Ezt első lépésben az egyiptomi vezetésnek a haragját váltották ki. Ugye tudjuk azt, hogy az egyiptomi államfő azonnal kijelentett, hogy elkezdjük a bombázást. És meg is valósították, tehát ezt folytatják. Nyilván szomszédos ország, tehát nem zárható ki esetleg szárazföldi erők bevetése. Most még az ennyire friss ez a dolog, de hát többek között a magyar külpolitikának is benne van az érveik között az, hogy a keresztények érdekében sok mindent megteszünk, és megvédjük őket, tehát külpolitikailag mi ezt maximálisan támogatjuk, és biztos vagyok benne, hogy az Európai Unió is. Tehát ez nem marad csak úgy elfelejtve ez a dolog. Nyilván, hogy háború van, nem olyan könnyű fölépni, de az egyiptomiak azért ezt keményen meg fogják tenni. És tudjuk azt, hogy január elején az egyiptomi elnök leült a vallási vezetőkkel, és rendesen eligazította őket, meg lehet nézni, miket mondott, milyen felelőssége van a vallási vezetőknek a politika alakításában, és hát azt hiszem, hogy ezek az imámok, akik ott üdögétek az Al-Azhar Egyetemen, nem biztos, hogy nagyon meg voltak lepve a elnök úrnak a szavaitól. Ez a dolog is szerintem kemény fellépés lesz ennek. Itt az Egyesült Államoknak testesen mondva egy pávatáncot kell járnia. Tudni, hogy itt egy regionális vetélkedés folyik Szaúd-Arábia, Törökország és Irán között, aminek a szintere Irak és Szíria. És ez, emögött pedig a síták és a szuniták közötti vallási vetélkedés van. Most ez egy rendkívül bonyolult rendszer, ami még bonyolultabbá teszi az, hogy itt három állam regionális, nagyhatalmi vetélkedése folyik, de Irakban a kurdok révén törzsekről van szó. És a kurd kérdés azért nagyon szenzibilis, mert gyakorlatilag ez a 25-27 milliós törzs szövetség négy országban helyezkedik el, és egyetlen térségbeli államnak nem érdeke, hogy létrejöjjön önálló kurd állam. De még az sem érdeke, hogy autonómia jöjjön létre, mert ez egy olyan fajta kezelhetetlen robbanást okozna a térségbe,
ami viszont a nagyhatalmak, tehát az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és így továbbnak szintén nem érdeke. Tehát ez egy rendkívül összetett, több-több ismeretlenes egyenletrendszer, amiben senki nem látja még a megoldást. Köszönöm. Ha ez komment tökéletes, kérdés vártam, teljesen igaza van. Ezen is mit vitatni. Elnézést, én nyugálom vagyok, diplomata vagyok, voltam, illetve vagyok, és 9 évig éltem a diszpánzárban. Akkor meg természetesen ismeri ez a